Szeretettel köszöntöm a kedves TV nézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 23. fejezetből az 1-től 12. versig. Tulajdonképpen Jézus újra és újra szembe kerül a farizeusokkal, a népnek a vezetőivel, akik felelősek a tanításnak a tisztaságáért is, a törvényeknek a betartására figyelmeztetik az embereket, és magyarázzák is mindezt, de ugyanakkor már az isteni törvények fölé kerekednek, hiszen rengeteg emberi utasítás jelenik meg a törvénykezésben, és olyan nehéz már ezeket betartani, hogy az emberek szinte levegőhöz sem jutnak. Ők viszont pontosan tudják, hogy mi az isteni törvény, és mi az ember által kibővített rész. Ők az isteni törvényt világosan látják, és pontosan tudják, hogy hol vannak a kiskapuk, amiket ők viszont nem tartanak be, és tudják, hogy úgymond az üdvösségüket nem befolyásolja. Azonban Jézus azt arra figyelmeztet, hogy pontosan ez az, ami felelőtlenség az emberekkel szembe, hiszen eltávolítják őket a tiszta Isten hittől és Isten szeretetétől, mert előbb-utóbb már csak a törvénykezésnek a sokaságát látják az emberek. Ugyanakkor még pozícióban is vannak a társadalomban, sőt, ha imádkoznak, akkor azt látványosan teszik, látványosan vonulnak az utcákon, az emberek meghajolnak előttük, elismerően nyilatkoznak róluk. És Jézus erre mondja, hogy aki magát fölmagasztalja, azt megalázzák. Aki viszont magát megalázza, azt fölmagasztalják. Természetesen az emberek életében sokszor megjelenik az öndicséret, amikor valaki saját magát értékeli mások előtt, de ilyenkor mindenki érzi, hogy ez egy kicsit olyan savanyú dolog, mert hiszen tudjuk esetleg pont az ellenkezőjét is az illetőről. Tehát igazából véve az embernek az a természete, hogy többre tartsa magát, hogy többet mutasson, de ez az, ami ellen nekünk győzni kell. És az önnevelésnek ezért van lényeges szerepe Jézus tanításában is, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye. Aki alázatos az Istennel szemben, aki tudja, hogy az Istentől kapott mindent, az nem kezd el dicsekedni, nem kezd el büszkélkedni, hanem az Istennek köszöni meg mindezt. És ezek az emberek valóban az Isten kezében jó eszközzé válnak, az Isten terve megvalósuljon az életükben, és általuk a közösség életében is. Akik viszont előre tolják magukat, tulajdonképpen olyan, mint a léggömb, hogy nincsen alapja, és az emberek ezt meg is érzik, és gyakorlatilag állandó keserűség van bennük, mert hogy nem ismerik el őket. Tehát itt az alázat az nagyon komoly az erények között, és ez teszi helyére az embert. Aki alázatos, az tudja, hol a helye Isten ember kapcsolatban is, és ember embertársi kapcsolatban is. Az tudja értékelni a másikat, az meg tudja dicsérni, az meg tud köszönni dolgokat, az tud bocsánatot kérni, és ezért fontos, hogy mi magunk is ezt az alázat erényét gyakoroljuk, mert az életünk tulajdonképpen akkor fog egyenesen haladni, stabil alapon haladni az Isten felé, és tudunk másokat is boldogítani, illetve mások értékeit is felfedezni. És ugyanez vissza fog sugározni ránk is. Köszönöm a figyelmet!